Sziasztok, kellemes szép napot nektek! Itt vagyunk az út szélén ezzel a Fiat Linával, és az M3 autóparba fogunk elmenni vele. A járművünk egy 1.3-as JTD motoros Linea, aminek óriási csomagtartója van, ezt képen látható, illetve az előző videófilmen, amit csináltunk róla kereskedésünkben, az ott megnézhető. Az autónk ugye ilyen barna színű belső szövetkárpitozású, mint látható Feri és Peti szépen elhelyezkedtek, kényelmesen lehet benne ücsörögni. Hibátlan szép ülései vannak különben, már is mutatom. 450.000 km futott a kocsi, megdöbbentően izgalmas, hogy milyen jól jár benne a motor, és kellemesen lehet vele autózni, amit rögtön ki is próbálunk megfőzni ezeket. Tehát tökéletesen egészségesen jár benne a moci, ugye van benne ABS, van benne digitális klíma, és van benne centrálzár, mindenféle elektromos dolgok, tehát állítható leföl benne a kormányoszlop, tele van jó kis extrákkal, például könyöktámaszt is találunk benne, koncertó pedig itt van velem, láthatólag nézegetti a műszaki vizsgát, igen, 21.9-8-ig jó, és 9-en lovas az a motor különben. Ha belenézzünk, akkor itt a digitális klíma, van egy AUX USB-s csatlakozós rádió benne, és 455.000 km futott a kocsi, igen, olcsón áruljuk szerintem, és egy jó kis megbízható darab még mindig. Így indul. Jó, és akkor menjünk vele vissza. Amúgy csendes, nem hangos a dízelmotor benne, és úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon puha, finom a kuplunk benne. Lehet, hogy nem olyan régen cserélhették. Ilyen kilométer-órásnál biztos, hogy volt cserélve. És meg is lódul különben, és elindul a kis masinánk szépen. Szalad a kis Lineánk az úton. Amúgy fogyasztását tekintve ilyen 5 liter körül merem állítani, hogy meg fog állni a fogyasztása. Egy nagyon jó kis takarékos dízelmotor is már ugye bizonyított nagyon sokat, mert több ilyen típusba szerelik, ugye több márkába is szerelik, és nem véletlenül gondolom. Ezt választották ugye azok a gyártók, akik felhasználták a Fiatnak ezt a motorját. Nagyon könnyen kapcsolható a váltó is, csak félkézzel nehéz megoldanom. Még egy ötödiket gyorsan raktam, az elviszi az ötödikbe is, hogy az autót ezzel 40-50 km-es sebességnél, már nem ez a kedvence, hogyha ilyen nagyon alacsony fordulatszámon megy. 2000 fordulat fölött lódul meg ő igazán, és akkor lehet érezni a teljesítményt, amit bele tettek a Fiat műveknél a mociába. Könnyen tekergethető a kormánya, mint látjátok, és egy hátramenetet még gyorsan kipróbálunk. Ez sincs megkopva különben, tehát hogy annak ellenére, hogy ugye ennyit váltogattak vele, gondolom, de szerintem autópályás volt az autó, látjátok, szépen megy hátrafelé is, és előre is. Teszi a dolgát, ahogy ezt megtervezték a Fiat műveknél. Kiszállok, és akkor nyitok nektek még egy csomagtartót, azért is ezzel a gomnyomással lehet hozzájutni a csomagtartóhoz. Jár benne a motor, hol egy kipukogó, el van dugva, itt. Tehát nem jön belőle, nem füstöl meg semmi ilyesmi. Benne van a pótkerék, benne van minden tartozék, plusz még vannak itt sárga mellény, egyebek, óriási a csomagtartója, aki szeret cuccolni vagy pakolászni, szükséges neki, fontos a nagy csomagtér, űrtartalom, az biztos, hogy szeretni fogja a járművet. Amúgy nem egy kis kocsi ez, tehát tényleg egy családi autó. Köszönöm, hogy velünk voltatok, mindenképpen gyertek el hozzánk, vizsgassátok át ezt a Lineát, legyen a tiétek, remélhetőleg még nagyon sokáig fog üzemelni, és szeressétek. A viszontlátásra köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.